Nekem nem világít előre. Nálam világít. Lol. Nem világít a lábája, Krisztó. Hát de minden, minden négy, vagy mennyi? Hat, minden hat világít. Azt nekem is csak előrem vetít fényt. Ha? Jó. Azért, mert... Akkor lehet, hogy ez a modnak a hibája már, nem? Hát, rossz a szemed lehet. Igen, vak vagyok, tudom. Elloptad már a szemeit is a CVA után? Hihetetlen. Hát, az meg elloptam, bedd meg! Mocskos tovaj, hát... Elloptam. A CVA-t is elloptam. A CVA ott van. Basszatom meg, srácok, ez izé... Megdöblik. Ez nem lesz így jó, mindjárt visszajövök a szerverre. Jó, nem ma. Mert nézd meg a grafikát, hogy lentebb tudod-e venni, vagy valam. Hogy én nincs a is újra. Szerintem leveszem izé high-ra. Ja, mert lagol nálatok, akkor mentek? Hát igen, ilyen 10 FPS, meg 30 között ugrál, érted? Nem tudom, nálam meg a ping megy föl, meg le egyébként. Én is így lagolva megy. Hogy nagyon magason, elég lesz magason. Szerintem. Akkor most Kristóf újra akkor indítani a szervert és... Lehet, nem. Most már jó. Jó, most nem értem mi van, de... Hát hogyha olyan, akkor most indítsuk újra. Hogyha kell. Jó, hát szóra indítom. Nem látok okay. Semmi. Mellett. Oké, akkor kiszálltam. Élveztettem a... Sipinikat a textúra... Mi az a te játéka? Várjál, Kone, egy kicsit. Sipinikat a textúra szűrés, az mennyim van? Szerintem négyszeres, de... Bizony, most nekem kilépett az egész játékból, mindjárt megnézem, jó? Aha. Maga több mint az, hogy egy mitás is kellene. Oké, okay, mindjárt. Baszki, ehhez már kellene az i7, amúgy. Nem a videókártya baszakszik, hanem a processzor. Uh-huh. Várjál, nekem itt felvette hardware profil, az a micsoda mi, az a cucc. Nem? Nekem felvette micsodára. Nagyon nem magasra gett. Igen, nálam is a hardware profilt felvette nagyon magasra. Akkor valami... Szóval azért voltak ilyen lagjai, mert nem kell olyan szépen. Felbontásskálázás az mennyi volt? Az... 100. 100%. Igen, nekem is 100-an van. Oké, akkor azt is leveszem 100-ra, mert 160 az lehet, hogy sok lesz. De azért volt nekem gyanús, mondom, bazd meg, nem szokott ez így laggolni, bazd meg, még a stream alatt se. Mert gondolom, játék mindannyiunknál fölvitte. Lehet a izé, videókártya driver frissítés miatt. Van, amikor egy-két játéknál átbassza izét, grafikai beállításokat. Aha. Na, így most már, akkor lehet, hogy Kristóf lenn nálé, és az volt a gond. Kristóf, nézd meg a beállításokat. Aha, ma. Terep részletességet is lentebb veszem egy kicsit. Mert lehet, hogy kis napnál, és azért a szakodat már fölvitte, nem tudom, hátra. Mert a levélzet azt úgy se látjuk. Jó. Szia Főni. Szépen a grafikával baszakodunk egyébként, mert vertikális szinkron az nem kell. Ó. Na jobb amúgy. Jobb lesz szerintem.
Szóval jó kész a szerver. Nagyon magas az erős az én gépemnek azért. Hát igen. Z5-nek kicsit. Hát... Normál. Tudom, mire vettem le. Hát figyelj, ha javítani akarsz még rajta, akkor majd legfeljebb kilépünk megint, hát most. Hát akkor elég egy embernek klip. De szerintem a közepes grafikát azt mindkettőtök gépének el kell bírni. Hát akkor mindjárt jövök, újra indítom. Oké. Okay. Én gondolom, hogy van ilyen Burgault DLC egyébként, ez 3.10-én jelent meg. Meg jött az a Vernonland Vicon Equipment Pack. Hivatalos kiegészítő. Nekem a Platinum Edition van meg, ugye? Van ilyen oktató rész. Ezeket érdemes átnézni amúgy. Bocsi, hogy nem ide tartozik, csak hirtelen szembefutott velem a cikk. Vettel konkrétan részvényes lett az Aston Martinnál, nem csak versenyző. Aha. Igen, azt én olvastam már, hogy... Részvényes is. Ja, mondjuk ez menő. Indítson egy karriert és... Ah, indítottam, Csabi. Egyébként megélhatjuk a pertot, ha gondolod. Én nem szeretek magázódni azért. Bár van az a kor, amikor ma meg kell adni a tiszteletet ennek fejébe, tehát... De én nem ragaszkodom hozzá. Kornél. Igen? Te most csak a izében vagy, mi? Várjál, most, megnézem igen, egyébként, hogy így mennyi a izé. Próbálok izé csinálni egy játékot, nézzük majd, hogy fel tudsz csatlakozni már, vagy nem. Amíg Kristóf visszajön. Ja, ez egy aránylag jó lesz. Azt nem fönte veszem egy picit az egernek a izéjét. DB-jét. Continental Europe 2 lesz majd, és az lesz a neve a szervelnek, hogy Proba. Nagy P betűvel kezdődik, és rövid oval van írva, a jelszó pedig Live. Sima V-vel. Csak még hadd induljon el a szerver, majd szólok, hogyha már megy. Facebook. Legyen egy 5000. Így. Na, elindult Cornél a szerve. Jobb lett egy fokkal.
Nem tudok rád olyan úgy még. Hát akkor mindegy. Akkor az szerintem nem jobb. Szerintem még. Meg van ez a mozaikolás érték, Sipi. Ezeket mennyim van? Mindjárt mondom. Én azt lehúztam most a picsába, azt tudom. 100%-ra. Aha. Ezt hol nézitek? A beállítás. Haladó grafikai beállítás. Ja, haladóban nézitek, jó, én meg én... Hát igazából, most elmondom mi van. A több mintás érsimítás 4-szeres, árnyékminőség közepes, fényerősség magas, tárgy megjelenítési távolság 100%, tereprészletesség távolság 120%, visszapillantó tükrök 3, textúra szűrés Anzio 4X, árnyéktér. Én azt 4-esen szoktam használni minden játéknál. Árnyéktérkép szűrése magas, terepminőség magas, levélzett megjelenítési távolság 100%, mozaikolás érték a 100. Valóság, hogy jelzőfény, igen. Igen, textúra felbontás magas, max árnyékfények 3, shader minőség magas, részletesség távolsága 110%, max keréknyomok 100%. Nekem ez a mozaikolás, vagy mi ez nekem, 150%-ra. Én foglalkoztam, Csabi, egyébként, de még nagyon régen. Az nálam Cornél alapértelmezetten 200%-on volt, azt lehúztam. Hogy 100%? Sőt, tehát konkrétan pontosabban csak belecsöppentem egy ilyen mezőgazdasági környezetbe, mert igazából nagyobban foglalkozott ezzel főleg. És én tőle tudok mindent egyébként, hogy hogy működik a mezőgazdaságban minden. Szóval... nekem nem kell bemutatni azt, hogy hogy kell gerebjézni, hogy kell kapálni, hogy kell lásni, mert tudom. Az nekem se, igen. Meg stb. Hogy kell beindítani az MTZ-t, hogy kell leállítani. Ugye, mert az se triviális, ugye? Mert ugye az még direkt befecskendezés, ez dízel volt, ugye nem kellett ízítani. Csak hát ugye télen, amikor olyan volt, akkor gázpörkölővel kellett nekiesni a hűtőnek. Felmelegedjen egy kicsit. Akkor indult be. Szóval kellett rátenni ilyen ponyvát, a télen használtad. Mert ugye két oldalt ugye a motor az nem volt fedett. És akkor nem hűt ki olyan gyorsan. Kiugrok egy két betűssel még, jön Kristóf. Oké. Okay. Izzítani kellett az MTZ-t? Aha. 50-es. Az orosz technológia vívmányai ugye ezek. Megjött egy Kristóf. Aha, ez a süsített a diszkóra.
Eddig hozok magamnak valami kaját. Ja, tehát akkor te ebből akarsz megélni. Vagy hát ebből élsz. Tudom milyen tanya alakni. Átérzem. És voltunk csóruk. Sajnos. És hát örülni kellett a zsíros könnyenek hallnával. Volt ilyen időszak. Utána meg hitelt fizetni, az is. Nem volt, hogy sírva fakadtam konkrétan. Hát... Ja. Hát ilyen ez a vidéki élet. Nyugalom, ilyen szinten örülök egyébként, hogy nem Pestre születtem, mert akkor én kimaradok ebből az évben az egészben, amit vidéken mit. Na itt vagyok. Szuper. Oké, mindjárt vagyok. Visszegyedek, hogy már csak egy óráig már szarakodunk csak ezzel egyébként. Lassan. Csak fél. Fél? Ó. Mondom, engem az volt, hogy mit van, rendes. Izéja. Reakciónak. Robinikkal is kell folytatni majd ezt is. Majd arról Robinnál beszélek. Ezt tegnap Kristóffal mi is beszéltük, hogy igazából Robin, hogyha még rádiós is, hogyha szólnak neki egyben menni kell, akkor is tudunk farmozni, csak akkor majd Robinnal megbeszélem, hogy akar-e játszani egyáltalán. Kint a semmiben vagy, és csinálod munkát. Ja. Azért ezzel játszunk egyébként, mert van még a konkurencia is, hogy a Pure Farming. Az a másik, ami ezzel a játékkal úgy felvehetni a versenyt úgy igazán. Hát én nem próbáltam még azt mondom őszintén. Ez egy ilyen farmos játék, ami azért jó. Azt lehet mondani, hogy jó. A felhőszinkronizáció ütközés. Ajaj. Refrissíted a modokat? A játék beindításnál írja ki. Nem tudom, ezt a Home Matter variantot, azt meg nem akarja frissíteni, de hallom. Most menjek a... amit ma éjfél kommentettem meg, vagy amit most? Arra kéne menni, amit most mentettél. Nem? Hát igazából nagyon most nem csináltunk semmit, úgyhogy az éjfél is jó. Hát most is mentettem egyet azért. Mindegy. Nem tájnítja. Mindegy dedikált szervert is lehet bírálni. Ja, yeah, csak ahogy néztem, azért egy kicsit drága mondat csak. Igen, kicsit buszás a történet. Szia, is. Jó újság.
Van ez a Farming Simulator League DLC, ez nem tudom, hogy mi. Itt olyan egy grafikát lehet állítani, vagy mi? Mit? Igen, nézd meg a grafikát, én nem vettem fel neked is ízére. Nagyon magasra. Ja. Nagyon magasra. Ja, nem közepesen van. Jó. Akkor jó. Akkor nálunk volt ilyen szar. Csak. Nem, nekem annyi volt a bajom, hogy a lábának nem láttam a lámpárdós hátulhoz. Mhm. Lehet, hogy azért volt, mert nálunk meg izé. Kurva anyja volt. Mindjárt kész lesz. Téged hamarba fog engedni. Amúgy. Minket már nem biztos. Ugyanúgy majd Europe 2 lesz? Ja. Oké. Okay. Nem vagyok a futuramnak a... Skudóba tört a vezetőt, emlékszem, ahol most szólt egy hadonyúl jártapátó. Adom még a vittyát. Megtapolítottak a... Ah. Van az is. Szia Máté! Valfelül úgy látom nem írja ki ezzel játék az FPS számlálót, de nem is baj. De mindjárt bedob. Van olyan izé. Szerver, hogy Mercedes. Ajja, biztos a Lukács csinált. Jaj. Itt se kerüljük ki, hallod? Itt se. Téged beengedett? Aha. Oké. Okay. Akkor jövök én. De csak én felejtettem el, hogy te rábe van kapcsolatban. Mindegy. Mit? Hát, hogy felkapcsolom, mert ezt nem világít előre semmit. De mindegy. A többinek igen, csak ennek a egynek nem mindegy. Gyertek. Oké. Okay. Várjál, még a játék gazdája elfogad téged. Hát sípjünk most.
Hát én nekem már engedések, engem majd befog. Teste jól teljesítettem. Ezt érezhetően gyorsabban is töltött be. Már szinkronizálásnál gondok voltak. Te is itt vagy, Corne? Már nem vagyok a szerver. Ja, jó, mert nem hallottam a hangodat. Messzeg. Hát már izé hiányoltam, jó, itt vagy. Vezi. Várja. Hát, hogy csak azért van, mert még nem töltött be rendesen. Várni kell egy kis időt fel. Ja, álltok is, megy fel a ping, mint a pincse, meg lefele. Nekem most 40-en van. Amikor beültem a traktorba, akkor volt az, hogy felment 600-ra, de most 30-as ping van. Folyamatosan. Hát nálam is így. Lehet, hogy a játékra kellene adnom egy kis hangerőt. Az meg nem van. Ó, hogy mozgatja a lábát. Micsoda? Új karakter a traktorban. De abban nyomértő van, nem? Folyékony trágya, ott írja nekem alul. Igen? Na igen. Azt nem abban nyomért. Nekem is hozzon. És mit kell csinálni? Ahogy. A gyomírtó, ez folyékony trágyázni. Trágyáznak el a földeket másodjára. Legalábbis most azt csináljuk. Aha. Ez nem lesz jó amúgy. Mi? Neked a izé? Rábánál meg mindig szar vagy mi? Nem, ott összeütközi a traktorra, azt mondom. Ja? Hát figyelj, én már is tudtam, hogy itt vagyok. Tessék Korne, itt egy traktor, vigyed. Melyikre menjek ezzel? Na mondjuk a 9-esre például, az nem se csinálja senki. Így van. A 9-es, jól tudom. Jaj! Mi? Mit csinálsz? Nem rally autó, szóljanak már neki. Aggoltam, azt nem vitáltam. Egy Korne elindul előre, aztán hirtelen balra mász, néztem, hogy borulni fog-e vagy nem. Teleportál, vagy nem tudom. Hát nem, ez egy camploktól tanul. Basszátok, mert én nem hallom a gépnek a hangját, hallod. Szerintem a többiek sem. Én még egy pillanatra kilépek. Jó, oké. Én már nem fogok kérni, csak mondani. Jó. De én még egy pillanatra kilépek. Mert nekem nagyon halk ez így. Azt mondja, hogy... Egy 20%-on volt a hangerő. Nagyon baj százas neki. Aztán majd lefeljebb lentebb veszem bizony Windows-ba. Legyen 40. Elment el, vagy mentett el? Thank you.
most jövök be. Na igen, okay. Most mosszunk a végtelen mennyiségű folyékont rágyát. Hát na, ott legalább biztos jó lesz a termés. Azt tudja. Most gyorsan belép tudtam lépni. Ja, amióta levettük a grafikát, gyorsan bedobunk. Ja, várja. Így. Most már hallod a gépeket? Most már jó lesz. Na, akkor tudunk szolgáltatni valami gameplayt is. Micsoda? Igen. Tudunk szolgálni gameplayer is. Hú, de nem látok, baszki. Nekem is. Ezen pont szar, hogy estébe tértünk vissza most. Több hónap után. De meg kell csinálni az izét, valót. Jaj, te csináljátok a izét. A trágyázást. Azt hiszem nincs több szóró, mi? Nincs. Nincs. Nézd meg az állatokat addig. Na, azt néztem az előbb, hogy mi újság van. De Vargánénál most jó veszik a izét. Árpát, most jó veszik a bonyba a izét. Képzeljétek el. Belefutottam Facebookon egy ilyen cégbe egyébként. És nekem meg nem fordult volna a fejembe egyébként, hogy abonyi. Ez a Vargáné tündés tartsak a Kft. Aha. És várjál. A tulajdonosa egyébként az egyik. Az nekem a technika tanárom volt. Az kemény. Szerintem még kicsi a világ. Azaz, erre szokták mindig azt mondani. A termelékenység 0%-on van, pedig ezért van előttük kaja. Minden majd, ha eltelik egy perc, akkor ma jó lesz. Ez... Annak is biztos be kell állni. Hát benézek a garázsba, hogy mi a fasz van. Meg van-e javítva minden. Ah, azért Valtrát javítani kell. Ezt javítani kell. Ezt is javítjuk. Ezt is. És már elméletileg egy picivel gyorsabban fogtok tudni menni. Többé az helyén van. YouTube-ra nem érkezik elég videó ahhoz, hogy a streamelésre állandóan zöggenőmentes legyen. Minden. Persze van a bitráta leesett megint a picsába. És 3000-en van. 5000 helyett.
fölment 3000-re. 3500. Nem a fogba szállt, hogy repedjük meg nem vagy. Hát egy berekevizet. Hát, igen, csak ezeket meg kellene javítani, Sobi, ugye? Egyébként ezeket fél éreben meg lehetne javítani relatíve. Amúgy. Még egy turbó nem egy olcsó mulatság éppen, de... Ez mégsem annyiba kerül, mint ha mondjuk egy nagy zsontit javítaná meg. Mit tudom én, egy ilyet. Tökre megy valami elejtök, most bízva az benne, jó Isten, faszáért se találjátok meg. Mi legyen az a következő etap, amúgy, fiúk? Cél. Mármint? Cél. Hát, az egy jó kérdés. Nem tudom, a hitelben mennyi van hátra, de azt lehet, le kéne már tudni, na? Mindjárt ránézek. Igen, már még olyanunk is van, ugye? 220 000. Hát, vagy akkor azt egy kicsit most jobban megnyomni, vagy nem tudom, úgy emlékszem, ezelőtt a részét beszéltük még, hogy valami nagyobb aratógépet fenn. Igen, a mézi helyett kellene valami nagyobb. Mert ugye ott van a, mondjad már Rosti, meg a Dérjani, azt hiszem, olyan is van nekünk. Igen, igen. Hát figyelj, megnézem mennyi. Amúgy. Hát úgy emlékszem, nem annyira olcsó mulatság. Né, a kombány? Hát az nem. Az nagyon nem. Az a CR1095, az jó lenne megvenni. Jó hallod. Nem kell más hozzá, csak 423 000 euró. És még csak a kombányt. Még csak a kombányt vetted meg egyéb. Viszont nem kell olyan sűrűn üríteni, Máté. Ugye? Hát mondjuk ez, mit tudom én, egy 2600-zal fér ebbe több. Vagy nekünk a TL-60-as zsondér van, meg nem a S790-es. Hát akkor S790 az mehet majd. Szerintem. Likerköröket nem kérek, mert okádék, hogy kinéz volna. Ja, azt az volt, hogy megvan már, az volt, hogy arra rátettük a nagy asztalt. Arra TL-60-ra. Jó. Oké. Okay. A vonalon vagyok.
Microsoft nálam világít rendesen a rába. A másik nálam is, a, ami nincs a fekete motorláztatón, az nem. Ja? Mhm. Érdekes. Az IH mennyivel kisebb? 14400, egy százas, hát igazából nincs neki jelentősége. Még ez sem lenne rossz. Kéz. Gondoljatok, hogy ezt még mindent még le kell aratnom. Egyest föld, 6-os, 5-ös, 4-es, 3-os, ugye egy olyan, 11-es, 9-es és a 16-os. Most képzeld el, ha ilyen... Képzeld el, ha ilyen bizonokkal kellene aratni, hallod? Ezzel. Jó móka lenne. Hát ezzel az lenne, mert nem... Hallod, egy sor nem lenne, érted? Ami belemenne. 3500-as a tartálya, hallod? Hát, akkor olyan kell nekem. Melyik újra tölteni. Nem, meg itt van egy ilyen mod. Hú, ez baszó lenne. Tíz darab bizon, ja. Vág annyit, mint a John Deere. Kicsit csak gazdaságtalan. Arra befejezitek a trágyázást. Vagy esetleg egy kis időpörgetést majd beiktathatunk. Ja, mindenki. Ez majd a... A Kristoffnak kell. Ha itt van a Kristoff. Valtra az el van bíve. Mi? Valtra az el van bíve. Nem tudom mi hol van. Nem játszott az elmúlt álmónapban ezzel. Valahol biztos meg, azt hiszem el van. A Zsondér az kim van itt, a izény. Dabold végig, aztán majd egyszerűen eljutsz oda. Ja, hogy a 16-os is meg van véve. Ezt mondtam az előbb, egy bátyja. Ugyan, azért mondta Korné, és egy Trager 8, itt leszünk. És hát Kornél itt lesz. Bocsánat. Ja, igen, Korné az 24-ben, igen, Korné az megígérte, hogy itt lesz. Egyszerűen látszik, hogy az elmúlt hónapokban annyira elhanyagott, és nem csinált semmit. Hátorítom. Neked is van ugyan. Mert a fasz, mert mennyit kihagysz, hát menj vissza. Most hogy csinálj rendesen, hogy tudsz elhagyni. Hát igen. Be van már a zsdásod. Nem vagy Korni vele is. Főleg tőletek már. Amennyi rozsdások. Rozsdások. Amilyen videsek vagytok. Rögtások. Mi a fasz? Akkor elindítom én. Nem rally autó még mindig. Neked nem is szabad munkásra dolgozott, vagy azt szabad pénzünket, igen? Most én voltam.
Halljátok, nekem miért fordítja balra izé? Vagy mi a jobbra a kormányt? Hát, gondolom jobbra akar menni, hát. Nem az, hogy jobb, bazd meg, de hiába kormány, azon balra visszatekeri jobbra. Ja, hát. Nem tudom, szállj ki, aztán szállj vissza, hát ha észreztél. Ám ugyanaz. Az úgy interesszant. Más géppel is azt csinálja? Uh-huh. Akkor ott valami gáz van. Itt valami nagyon nem jó, bazd meg. Lehet valamiben, nem. Olyan, mintha bekapna valami. De az a biztos, hogy a kormány az egyenesben van. Nem tudom, nálam amúgy minden jó az irányítása. Nálam nem. Úgy vagyok, van egy szép pémelem, de hát rásegítenék már a püstolt. Várjál, megyek egy picit vele. Vagy majd... Jobbra izél. Nem tudom, próbálj meg még egyszer vagy kilépni, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy se csinálok semmit, úgyhogy... Na igen, akkor Kristófnak segítsünk az egyesen inkább, mint hogy a 16-os... Sziára! Azt akartam mondani, menjünk át a 16-osra, hogyha ezzel kell. Végeztünk, hogy majd hogy a Kristóf ez van. Végez, akkor... Érted, akkor majd... Majd ő az a nagy gépe, hamarabb. Mi szokta ezt csinálni amúgy? De már azért... Játékot is újraindítom azért. Oké. Okay. Ezt akartam mondani. Na jó, hát majd követlek. Csak elmegyek még. Hiába vagyok a 64%-on, én abban. Inkább föltöltök. Hát ja, hát túl is mínuszba fogunk menni, az biztos. Ne is emlegesd a mínusztól benne. Ajjaj. Nem kell emlegetni magától, jön? Azaz. Hát de ezek után... Olyan pluszba fogunk lenni, mint a picsa. Úgy legyen. Hát a 16-os talos biztos. Nem valami értelmes cuccot kell majd venni, srácok. Ja, hát akkor ezért hitelbe apránként fizetni, meg amúgy gépre gyűjteni, vagy nem tudom. Hát a gépre, az gép az fontosabb. A bank az várhat. Hát ja. Amúgy is leszopatnak minket. Na meg a bank az így is úgy is leveszi majd a tartozását minden nap. Nem. A hülye fájtól nem látok Kristóf. Na most jó. Na szuper. Várja, tejet kell vinni. Ó, hülye vagy. Viszek tejet. Oké. Íj, bazd meg, de fölment a lak. Igen, már most csattak aztán vissza a szárvát. Csak oldalon kezdjenek, hát mondjuk igaz, igaz, úgy is jó, hogy látod. Akkor ugye. Én nem látom, én csak hallom. Elj fel dolgozóba, veszik. Várj, az egyszerűen, mint a két napos baba szül. Le csak kell térni az útról. Miért vagyok én ideíthes? De akkor hát te épp az azt, hogy már ettem. Egy nagy tányér, izé,
krumplifőzeléket disznó nyelvvel, meg megettem pár sósudat, meg megettem egy pohár joghurtot, ami így is. Hát a főzelék az nem egy nehéz kaja, Söpi, relatív. Hát nem. Annál nem már egy kiló ne lehet ebbe. Annál már komolyabb a lángos. Hát mondjuk igen. Nem tudom, hogy lehet csinálni valami kenyeres, de is. Rég volt már ennyire szét az éjségem. Úgy tűnik, hogy nálam most ebben az égben ez volt, hogyha meleg volt az idő, meleg volt, akkor kurvára nem voltam éhes. Hogyha meg lehűlt, így normálisabb hőfok volt, akkor meg rohadt éhes vagy. Nyáron mindjárt, is volt. Mindjárt lesz egy volt kis... két olyan hét, amikor semmit láttam kb. Ez kontrollál lesz egyébként szerintem. De már be van dugva a kontroller, vagy? Ha be. Akkor lehet, hogy buzulgatja. Elhúz jobbra. Akkor szerintem az buzultatja. Három a macska köves. Állíts vissza mindent. Akkor megint kilépek. Okay. Tudnám, hogy hol kell. Most dugom rá a kontrollert most, elhúzom. Még ki kéne takarítani már ezt is. Na én nem tudom, hogy három nappal ezelőtt volt, hogy a gépházat is kitakarítottam, meg átraktam a másik oldalra az asztalnál. Hát volt benne porgasztagom. Mikor takarítottad ki utoljára? Soha. Léa, miért a gépet soha nem takarítottad ki? Nem szoktam. Azok az fél évente hát, kikkel, Söpi, amúgy. Hát én nem tudom, én egy ilyen fél évente kiszoktam. Na, ez szerintem max egy éve volt legutoljára. Ezt mit csináltál, kifúvott porszívóval vagy? Nem, az iszét, nagy részét, ezt amit tudtam izével, ilyen rongyal kiizéltem, kitöröltem, aminél ugye nem volt semmi egy nyák, meg ilyenek. A maradékot azt meg izével ecsette. Na, nagyjából egy kicsit helyre raktam. Kifestegetted mi? Aha, ja. Most nálam vannak gondok. Mint akkor billentyűzetten nyomjuk, srácok. Újra kell indítani megint a játékot. Már szinkronizált, ne? Kis segítő fejezte a munkát. Én próbálkoztam csak. Kontrollára az embert hozzá nyomja. Fú, mondjuk vicces lenne izé farminguzni a Fanatec kormánya. Na próbáld ki, bátya. Nem magadja amúgy a... Hát egyszer majd lehet ki, az. Na, még a Logitech kormányán se próbáltam ki egyszer sem. Itt a lehetőség. Ja. Mész a Fanatec-kel adatni búgzát. Ja. Látod az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-es. Az az. 7-esben egy be, te váltod, a 10 km per órát, 8-as. Nyitom a DRS-t, lett kijelző, hogy izé, mutatja, hogy hány százalékon van a izé, a pót, meg ilyenek. Ez hol lenne egyébként? Hallod, basszátok meg, én nem tudom mi van. Még mindig szar. Aha. Esetleg ezt nem tudod megpróbálni, hogy a billentyűzet kiosztást alapértelmezetre állítod? A játékon belül, nem tudom, hogy az segít-e valamit. Olyan bazd meg, mintha a kormány még... kormányt érzékelne a gép.
Hát pedig már ki is lett húzva, gondolom. Majd hát de a gépből nem lett kihúzva, csak a tápja lett kihúzva. Hát annak is elégnek kéne pedig lenne. Várja, kihúzom a billentyűzetet és bedugom újra. Nem, még próbált meg én. Mert lehet, hogy az bassza az anyját. Az abban, hogy sötét van, azt nem látom, bazmeg. Mi van? Hát igyekszünk, ahogy tudunk. Már az egyes földben nem sok van, 16-os. Jól halad. Tehát ne úgy is lehet majd időt pörgetni. Kormány csinálja pedig. Az apa jelenti beszélni zúgba. Igen. Úgy, hogyha már táp is ki van húzva, nem is kéne, hogy bezavarja. Mindegy, egyelőre kihúzom. Kormány csinálja. Szerintem ezt a izét. Ezt a hármat így egyszerre nem komálja ez a játék most így. Úgy tűnik. Kihúzom ide oldalra. Megvéljem majd keresgetni, ha izé van. Viszont akkor kontrollra visszadugom. Mindjárt lesz szó, és rászok. Oké. Egy kicsit. Na, már az is jó. Legalább abból a folyékony trágyát is tudjuk fedezni. Na, a Krisztóf így is mindjárt kész van. Az egyes szemünk már 16-os nem azért, mert már... Jó, haladunk. Dobálj a fele, csak én most melyet újra töltünk. Ez az sem nekem is kell annyit tettem. Hát állam 0%-on van 12 egységgel is. Átgyalok itt a főben. Persze szép kéne már szedni, hallod. Kitörölgetni. Hát lehetne már. Behozom az imbusz húsvérzetet. Majd. Rézéből. Az autóból. Mert ahhoz van külön. Mert szétszedem a pedált, azt kitakarítom. Mert már egy alatt is elég ideg tépő alatt, hogy ezért a potméter az állandóan így bebekap. Igen, igen. Ezért holt játékot kell ráállítanom.
Olyan, csak vigyázzan, ne legyél olyan szerencsétlen, mint én, bár szerintem úgy se leszel, hogy a viszél potméternek az egyik kábelét szétszedik a kucsám. Éj! Már nekem most sikerült megcsinálni, havernak eladtam a kormányt olcsóban, és hiába vett hozzá új potméter készletet, szarul beérzékel, mert valószínűleg a áramköt azt szétbasztam vala. Aha. Vagy azért azt leszakadt. Ennyi az összpénz, srácok. Oké. Tehát se például már végig tudtunk megvenni, én hagyom ki. Hát 84%-on vagyok, aztán meg tudom csinálni. Bekapcsolom az összes létező lámpát az MTZ alatt, tehát nem látok semmit. Kérdez, várom, amíg kinyílik a zég, szóra. Ezt látom, hogy kérdez. Megszűnt a diszkózás a izébe. A főkép az MTZ-ből. Na, az jó. De azt hiszem, már legutoljára is jó van. Nem. Na? Na, nekem még nem. Hány aratógépünk van? Három vagy négy van. Három. Van a izé. John Deere, a Rosti meg a izé, a Mézi. A Mézi, épp azt beszéltük a Sipiben, hogy izé az kellene. Mézi helyére valami nagyobbat. Nagyon csak azon gondolkozom, hogy vagy négy gépünk van, vagy három. Három. Három van, arra futotta. Masszív.
itt vagy kelsz le voltra, így a világít előre valami talánta? A betonra? Semmit. Na ezt mondom. Én nem látok semmit. Én csak azt látom, bazd meg, hogy izé. Jó, akkor vidd el ezt a nagy rába, de azt veszünk majd még egy ilyen fekete fejűt. Na végeztem majd, amúgy csak mondom. Jó, majd, én... jó, majd ott szerintem valami hiba van a scriptbe, amúgy. Látod, Korné? Kapcsolod a lámpát? Nem jelít előre semmit a betonra, látod? Csak a... Igen, csak a lámpa ég, az kész. Aha. Nekem ez volt a bajom az jó, előbb. Jó, akkor ezt eladjuk. Engem ez kurvára zavart. Nekem az a vicces, hogy világít. De érted? De kapcsolod mélyfokozatot, kapcsolj? Most már nem. Amikor felkapcsolod mind a hat lámpát, akkor nem világít meg. Nekem világít, bazd. De ami, ez most már nem. Aha. Csak ha négy lámpon felkapcsol most, négy. Csak így? Igen. Csak így világít. És most a hatnál már nincs, látod? Hát az igen? Fura. Fura, de az a vicces, hogy én látom, hogy fel van kapcsolva. Én is látom, csak nem nincs hatása, érted? Aha. Engem ez volt az előbb. Aha. Azt hittem, hogy nálam van jövő, de akkor nem. Hol a izé? Dél Jani. Melyik jön? Jaj, itt van a baltra. Az ott van, de a 16-oson. Na, én a 9-es mellett. Egyesre akarok menni vetni. Ez a rostyó, amelyek az egyesre. Jó? 16-oson kint van a Dél Jani. Hát, vigye valaki, ha egyesre megyek mostan. Ott a baj bele, ott van. Na, hát a kombájnak világ itt rendes a lámpája előre, ezzel nincs is baj. Jönnek a izének kombája, pedig azt szerettem, de hát mondják, hol meg kell adni. Hogy nem szabad vele este dolgozni? Vagy az. Jó, mondjuk megoldottam, szeretem kívülást csak. Most már belepörgetek akkor szerintem. Meg kiviszem a crust, a izére az egyet. Meg csináljátok? Én a 16-os még csinálom. Akkor nem felvettem. Jó, miért túlzás meg volt már? Azt csinál, azt nem tudom. Fé, bazd meg. De... Hát gyomírtózás szerintem már megvolt, mert nem gyomos egyik földse. Akkor jó. Szerintem megvolt a gyomírtózás, utána a trágyázás, és most kell a másik. Jó, akkor te karriera. Még és csinálom én... a 16-ost. Ja, valóban. Az jó, még nincs baj. Kész. Nem baj, várunk. Csak. Kiviszem a krassza izére. Oké. Ki tudnék állni vele természetesen. Kornél, csinálod a 16-ost? Jaj, majd... Akkor kihozom a kékebb DZ-t is. Jó kis... Kamaz, hello! Thank you.
Mi mínusz 740-ben vagyunk. Majd a Snowrunner ez is jön. Én ahhoz Kanadát várom egyébként, mert arra nagyon kíváncsi vagyok. Amúgy, ja, én már várom meg a Snowrunnerbe, állítólag lehet valami radioaktív anyagot is inni. Az a, hogy erre a földre is kettő kombányt kellene, mert ez a 16-os eszkábé, akkor nem, ez egy is. A izé a maze ki van víve? Halipati. Krisztóf. Én a izébe vagyok, a rostiva. Jó, akkor kihozom a maze-t is. Maze szinten nincs. Én rostit hoztam. Öngetheted, Krisztóf. Hát nem Istennek, hanem nekem hozom. Nem neked fegetem. Nem hoztál. Mézit azt a szokásos... Ja, mézit azt a szokásos 9-es területre kellene vinni. Ja. De gyorsan mozog meg a felhő. Hú, végre bazd meg rá a tekertébe, bazd meg, mert engem már rendesen irritál az esetét. Ó, pedig olyan kis cuki. Kornél először a buzulást kell megcsinálni, tudod? Igen, tudom. Én is tudom. Elezzel a kis buzolást, menj már ide neki szaroddal! Mit tudál? Mi? Arra, hogy tudál egészi. Igen. Közlekedés fenn a dúlót okozott? Igen, van. Nem, a Sipi tudálva megy. Ja. Azt szia, mondom, Peti! Azt mondom, Zai, jaj, vagy kis közt. Szerinted mennyit volna a hitel éjfélkor? Hitel kamatra? Szerintem egy mínusz 10 000 lesz. Nem 2-3 ezer szokott lenni, vagy 4? Hát mondom. Még a jármű leasing is ott van a rostira. A jármű leasing volt a sok. De ez csak mínusz 6 000. Ez nem 14 ezer volt, nem csak 6. Kedvezményt mint kaptatok, mert itt vagyok veletek. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Úgy néz ki, hogy Sipi lesz majd, amikor futál. Így van. Fú, nekem ebbe tankolni kellett. Ó, bazd meg, be kell menni tankolni. Várja. A mézibe. Nincs benne kászolány. Gyere ide a izével. De várja, nem tudom, bassz meg ne. Ki kell fizetni. Vissza megtöltjük a tankot. Ki kell fizetni valami, mert az nincs lóvé. De mindegy, elég leszünk. Tehát, hát is olyanokat nem ismerünk. Azok ide nem jönnek kopogtatni. Kik? Nemzeti adó is van, mi van? Az az fel! Egy tisztességes beszolgat. Hát ide most az AVH-ja, nem a adójótó. Jaj. Hát
Nézd meg, hogy ne? Szígyeld el magad, Korna. Mit csinál? Itt rezsiskodik. Hát koszosan teszi le a gépet, nem azt így letakarítaná. Hogy valami. Meg szerintem kellene majd... Kellene majd még pótos gépek, srácok, amúgy. Mert az egyesre az ugye elég. Nézd már rá az összegünkre, hogy mennyi van a számlánkon. Hát látom, de majd ha lesz lóvé, akkor majd tudunk venni. Ja, hát aranyos, hogy így elkészít a vásárlistát, csak nincs zsűrő. Hát az arab sejket meg kell kérni. Azaz. Kis GTG-t. Hát mindenhol mindig segít. A kis GTG-t. Hogyha keresel valamit, a Google a legjobb barátod. Ha pénzre van szükséged, cheat engine. Azaz, kenyér, nem lenne, ha ti nem lennétek. Jönne, ti nyugodtan mondhatnátok, hogy ti nem pénzre gazdagodok, hanem én stresszívre. Hát igen. Azaz. Ó, már jön fel a nap. Jaj, végre. Hallod. Krisztof 8-ig pörgesz legalább, vagy amíg ki nem nő, a izé. Jó, hát addig feljelent, amíg ki nem nő. Ja, ki nő, akkor 8-ig pörgettem be. Á, még kell neki egy izé, menet. Ez nagy dél lesz körülbelül. Hát, legalább. Ó, de jó szememnek hallod. Úristen, mekkora duda van akkor azonban az, hogy... Hát ide hallom, hogy dudál. Legjobb. Ugye ez Kornél jön a halál hangja. Na, én most le vagyok altabóba, mondjad. Akkor gyere vissza. Na, mi van? Jaj, megjöttem! Menj már innen ezzel a szarvőjével, menj már innen. Itt a halál hangja. Nem jöttek a hatokkal így? De én nem. Látszik. Gyorsan van állítani, hogy mi volt ebben a joghurtba. Mit? Gyorsan van állítva a növényfejlődés? Én ezt nem tudom. Mint ha levettünk volna normálra, de? Elhasznom van. Gyorsan van. Jó. Tizenhatos már az így nő. Ezt már... Mindjárt arashatom is. Nem arra csatom is, akkor elkezdem. Jó, akkor igen, mert azt hamarabb vetettük be, mint a többit. Arra viszont emlékszem. Hát igen, ott is azért sokan dolgozni. Mit vetettünk, szóljál? Hát igen, ott is. Rengetegen. Margarina 1700 év viszik. És ugye idény munkáról van szó, tehát nem egész évben csinálják, ugye? De ha menni kell, akkor ilyen... Hát nagyapám az dolgozott benne, amikor még bírta csinálni. Reggel 6-kor már ott kellett lenni, és így... Este 11-ig. Akkor szállt a traktorból, éjfélre jött haza. Másnap ugyanez. Szóljatok már ennek a Sipilölnek, hogy ne a mi az már a veteményesen szágultozzon, mert itt én csak azt látom, hogy itt rallizik. Én nem rallizok. Akkor mi a gépjelet csinál? Milyen rallizik? Hát akkor azzal, a pirossal, a magtöltéssel. Fogyasztja a benzint? Hát igen. És ez nem fogyik. Nem, az nem fogy, hanem szopja be a gázolajat a tankból, érted? Az a gép. Hát, de hogy is, meg se kottyan neki. Hát, ugye egy indítás 2 liter, neki az azért úgy... Igen. Végre kinő. Hát, ugye 12:30 szerintem elég. Hát. Ja.
Milyen ide is nyitva szerezni amúgy? Micsoda? Rólad beszélek, igen. Én nem tudom, kiről beszélsz, azt sem tudom, ki vagy. Nézd meg, ott szállod. Esküszöm, mindjárt fölborul amúgy, de akkor ott marad. Dehogyis, ellenőrzöm a földeket, hogy mindenkire jöttem. Csöpjön majd az első adagodat, szad már le nálam. Kék MTZ-ben mennyi. Legyen már egy kis lóvé üzemanyagra. Mert én kifogyóban vagyok. Meg befejezi a dakar. Aztán megy. Meg egy üritésre elég lesz bőven, de nem el kell menni tankolni, mert... Hát mondjuk nem. Még erre a földre elég talán. Talán ez egy kicsit a 9-esen is szerintem. Ez már meg volt. Lehet, mert részem az összes földök, nagyon faszom. Minden is. Köszönjük. Minket. Most akkor mit csináljuk? Majd ebbe akar szülíteni, mert most beleültem is. Igen. Igen, abba. A kamaz az ott lesz Cornélnak, mert tudom, hogy szereti. Majd szólj, ha menni. Oké. Én most csinálom a buzulást. Igen, én is ott csinálom, mert meg tudjon már fordulni ez a kretén munkát. Na, 9-es majd lehet maszálni. Igen? Aha. Ó, bazd meg, így az is. Jó, csak nem a mi földekinken. Ja, igen, a 9-est meszelni kell majd. Haj, de örülök neki. Akkor a 9-esnek meszeltek. Ja. Legalább az 1-est hoznak kell, meg a 16-os. Hát össze is szarnám magammal. Itt helybe. Majd egyszer, majd... Egyszer azokat is kell. Hát jó lesz az. Majd izé, legközelebb az egyes a burgonyát ültetek. Hát azt itt leszünk, ha... Hát akkor még... Még a futam lemegy az F1-be. Még akkor is itt leszünk. Hát jó lesz az. Tudom, futam lemegy az F1-be. Istenem, jó van, tudok fogalmazni. Majd Corné megcsinálj. Úgy értettem, hogy az F1 futam nem megy. Még akkor itt leszünk. Nekik itt van bent, az nem jössz nekem segíteni, amikor dugig van. Na mindegy most már. Hát bazd meg, akkor szólj-e. Azt hittem, hogy már elmentél ilyenek, segíteni KFC-nek. Nem, hát nem, nem nekem még nem szóljon. Nekem még nem kell, majd én szólok, mikor kell. Hát ti vagytok az aratók, ti szóljátok, hogyha menni kell, de én menjek mindig magamtól. Én egyedül is meg csinálom le. Jó, akkor maradj magadra. Vagy egy kis tízne sarott. Mi vagy te, kislány? Igen. Bajod van vele? Igen, bajom van vele. Akkor fejezd abba. Szóval
százalékon mennyi vagy, Krisz? 62. Hát sor végére még nem lesz átalibi. Nem, majd ha vissza kell jönni, majd akkor már igen, jó lesz. Ja. Csak ugye egyszer körbe kellett menni. Igen. Fáb miatt ugye ne szarjassza magát a munkás. Neked, Kristóf, nem kell menni üríteni? Hmm. 65%-on vagyok szerintem. Nem soká. Sor végére, hogy helyez akkor köbben. Jöhetsz amúgy. Nem leszek te, de jöhetsz. Szerintem addig Kris is megcsinálja ezt a visszafordulást. Jó. Jöhetsz majd, Zsipi. Oké. 87%. Még kiürítem azt, hogy... Meg tudsz majd fordulni, Kristóf, hogyha itt hagyom? Vagy guruljak el? Meg. Ja. Meg tud. Sor végére még kiérek, Zsipi. Újat már nem kezdek. Ah, ez az. Menj belém a magjaid. Azaz, beléd engedem a magokat. Szöpi, ezt elviheted leadni, hogy ezért legyen egy kis lóvé. Oké. Okay. Nekem üzemanyagra kell lenni fog. Szója is, akkor várgál néz. Még azt akarom megnézni, nincs nekünk üzemanyag tartályunk. Nem ruhászunk be ma... mi be arra. Szerintem no. Nem. Nem. Mondjuk nem kell, mert itt van a tankoló izé a TSM szóval. Thank you.
valakinek kell menni üdítani? Ornél? Nem kell, én zábor most fogok majd üdíteni. Én már idehoztam magam az a gépet. Te is, Kristóf, még jó vagy, ugye? Igen. Akkor itt megyek valamit csinálni, szemcsett mindjárt. Nem, ugye megtankolom a mézit. Kell lenni fog a mész.
Kire a John Deere-re. Melyikre? A John Deere-re. Belzi. Melyik John? Hány John Deere-ünk van? Ja. Én miért? Hány százalékon vagy? Már ki 91. Akkor ülj is ki, azt elviszem. Várjál csak... Jó, oké. Itt vagyok. Csatold le. Hát mi úgyis jó. Valakinek kell segíteni? Most Belzinek ürítjük a kamaszt. Ja. Én meg bátorkodtam elkezdeni beszállni közben. Ja. Csak közben ezt elviszem majd a Arganéhoz. Pont nem lesz tele. Na várjál. Ide, állj. Nyisd vissza. Elsőben még fér. De már nincs bennem több. Ja. Aztán, hogy csak a hátsóban fér. Jó. Gyere! Megyek! Megijedtem, hogy láttam a... Hello! Micsodába... A kerék nyomokat láttam a... Hol? Hát a micsoda... A mezőn, oda, hogy átmentél, és azt hittem, hogy van, tudod, visszaállítottad tőled a növénypusztítást, vagy mit. Tudod, amikor, mint való életben, nem, ugye már nem mész át a... Hát amúgy valami grafikai szar miatt volt ezért az MTZ, úgy ezért diszkópénybe. Na most már jó neked? Aha. Most megjavult. Na, akkor úgy vesz, hogy mindig van jelenül. Élvezheted egy kicsit. Sincs meg semmi. Jobban néz ki a kassa. Hát igen. Alakul. Igen, egy fokkal. Legalább nem vagyunk mínuszban. Azaz. Láttam az első kamazos kúval. És még ne aggódj, ez még a 16-osnak még a nagy része még hátra van, meg az 1-es, meg a 9-es, meg a többi. 16-osból még nem is nagyon vágtunk egyébként egyelőre. Ez volt az első fúval. Ah, ez az első onnan. Első. A 16-oson emlékszem, hogy learadtuk a bivót rajta. Azt elvittük. Azt most ez lesz az első érdemű vetés rajta. Hogy nekem most bogas a duda, nem tudod mondani. Most nekem is, na mindegy. Ez a legnagyobb. Ez a visszaveteményes.
Jaj, hogy vedd vissza a tárcsapot. Melyiket próbáltál utálni? Mindegy, semmelyikkel. Bőbetű amúgy. Nekem semmelyikkel nem működik, se az ósa, múlva. Első volt, hogy a Krasza megpróbáltam dudálni, de semmi. Nem, igen, csak nekem szólál meg. Na, letölöm a cheated a gépen. Amit te, vagyis a vírus, amit... A hangja, amikor bakap, hallod, nálad, csak azt szólál meg. Szambaj, de legalább nálam megszólál velem. Nálam ti szólaltak meg a hangfalamon, ne? A következő az egy kombány lesz, szerintem. Majd. Oké. Kombi. Jaj. Fogó. Ja, meg a rossz, az meg nem is a miénk. Mondom. Szerintem. Ja, az meg nem a miénk. Csak technikailag a miénk. Viszony alap még, hogy a csövek nem látszódnak, hogy összekötődik egy tartálya izébe.
Söpi, gyere. Majd a sor végén. Az állatokkal foglalkoztam, azért voltam ilyen csendben. Meg szarul estének is, Epi. Kicsit tovább becsülted. Miért becsültem el? Nem a szelőnek a... Optimist. Miért? Mert elkezdte húzni, az mellette kimaradt egy kis sík. Ja. Korni amúgy mennyire észre, mert úgy... Holnap esik itt kell lenned amúgy. Mit kell csinálni? Van a testi, itt kell lenni a családban, nem kis tér. A családban én most még üritem most az enyémet, nem menj már el! Igen. Most még üritem, azt elmegy! Az a így. Kell üríteni, Kristóf? Mert én most ürítettem az előbb. Én is nem, Rik. Akkor még kérdezted Kornélt, hogy ezért mennyire érsz rá? Hát azért, mert itt kell lennie holnap esti, hogy haladjon a TSZ, így 24-től. Mennél elfele, mi? Hát dolgozzam egy kicsit, mindig mit csinálom minden. Miért? Most én még mit csinálom? Hát van a munkás saját, hogy te csinálok. Mit csinálok én itt? Napozok vagy? Mit hiszel? Igen. Igen. Mindjárt úgy. Úgy megnapoztatlak én téged, öcsi. Szégyentelen. Fú, de nem marad az egyes bazd meg, legalábbis úgy nem, ahogy kellene neki. Ugye, hogy ketten csinálnak. Te rosszival csinálom, szóval. Á, tudom, hogy azzal csinálod. Kamasz kell őríteni? Bezi. Már majd lassan majd fog kelleni, mert már egy kis félen tart kb. Á, látom. Ja. De szalad a kombányod! Ki akartam szállni, megnézni, tudod, de aztán már beszálltál, akkor nagyon jó van. Thank you.
Meg lehet egy MTZ-ben fogok egy ilyen duplára. Nem hallottam úgy kurvára se. Majd bezzel a VST szánkázát, majd ide léci, köszi. Minden? Hát hogyha végeztél azzal a 16-osra. Na, oké. Ez kurva nem hallott tényleg amúgy. Csipi, addig ne szopasd már azzal szét, amíg le nem vágtam itt, mert akkor nem lesz ez hatásos. Mondom, egy órája vágom, azt mondom, fején is tartok szedni. A 9-es az mindjárt kész. Mindjárt nem is akkora terület. Majd 16-os, nem tudom, hogy van. Ezért mondom, hogy venni kell még egy gépet, ami több földhez. De a mérete legyen le veled. Ja, hát izé a New Holland az. Mondom. Vagy az Ideal. Itt vége az árkád buzulásnak, az meg nem egy kicsit veszünk. Akkor ma inkább egyszer vegyük meg izé a nagyot, az, akkor az jó lesz. Nem lesz négy különböző gépünk. Ez a CR-1090, az teljesen jó, 430 ezer lesz. Plusz még az asztal. Ez az igaz internacionális. Ez az. Mondjuk az a vicces, hogy szerintem minden négy amerikai. Valószínű. Mondjuk a rossz számozban nem vagyok biztos. Ja, Maisie az az. A Maisie az amerikai. A Casey, a John Deere is amerikai. Meg a New Holland is. Sejtettem. Meg a New Holland is. Hallod? Legalábbis a székely, ahol van az amerikai. Tessék. Hallod, Christoph? Nézett közben a magyar meccset? Telefonon megy. Jól látom, hogy 3-0? Igen. A magyarok javára? Igen. Na, úgyhogy ennyire... ...lepipultak, vagy mi? A magyarok most úgy néz ki. A bolgárok azok mindig is gyengék voltak. Ja? De már kötelezően. Érted? Már hogy a másik meccset megnyerik, akkor kint leszünk az EB-n, vagy hogy? Az novemberben lesz ennek a folytatása. A következő kettő az más lesz. Kilőtték azok a három gólt, kik lőtték? Magyar futballisták. De nem úgy értem, nevüket. Ismered őket, akkor elmondom. Hát de még, hát ismerem, hát nézzük azért. Orbán Vilike. Kalmár Zsoltika, meg Nikolic. És Tipi, miért nem lőd gólt? Mert én túlságosan balfasz vagyok hozzá. Na, gratuláldi, hello. Nyert. Na, simán megnyert. Tipi! És? Korni. Gyere üríteni. Igen? Hát csak aztán folytatjuk a négy szójátékot. Ja, Kristóf! Ádám. Egyébként Kristóf.
Igen. Majd lesad, ha úgy van ráérsz, akkor félted a kamaszt levagni. Én ráérek. Hát még most üdítem. Hoppa. Egyébként Billy, nem jelenlősen keresztbe vágja az MTZ-t előtt. Hát azt mondtad, üríteni kell. Hát igen, kell is. Megállok. Hát akkor miért visz tovább, nem egy négy? Hol a kamaz? Egy. Egy kicsit ambicionálni akarodtalak sütni. Ennyi? Hova mész? Hát jó. Előre akartam oda tudni. Szóval kész. Nem, azért mentem tovább, mert ezt vele akarom nyomni még. Még bele fogom menni szerintem. Jó, hát ez megtelt. Oké, jó van. Talán. Én ebből már 0%-on vagyok úgy. Akkor már hát. 83%. Viheted leadni, Sipi. Margarina veszik, jó? Meg itt van nem messze. Tudom, már voltam. Jaj, ne lassítok, mert ez szatelliti lesz. A forgalmi dugóra fog ki a kombinálni. Fő, bazen, mi a feledésre vagy? Az egyes? Azt a kurva, bazd meg. Egyesre mondod? Aha. Mindjárt oda megyek. Mindjárt oda megyek. Befejezem, azt izé. Megyek én is oda. Amíg a... Bezzi az nem fogja addigra befejezni, mint ameddig, mint amikorára én. Pont azt akartam, hogy menj, mert ő még sokáig ott lesz. Relatív sokáig. Hát jön a pénz, csak gyűl a pénz. Ami majd... Az a kellemes, ha jön a pénz. Ráfegy rajtunk. Szóval nyomhatunk mindenhova, ugye? Yes, yes. Yes, of course. Átmegyünk Józsi. Ja, jaj, nice. Szia, Adi. Azt írja, hogy menj nyerte, ez egy Mexikó. Igen, előbb mondtuk. Tényleg? Aha. Úgyhogy nem figyeltem. Nem baj. Nem figyeltem, hogy Adam nyert. És hát nem majd néz ki a BB-t is, mondta, hogy nyerni, vagy ezt már nem? Hát, szűkül a kör. Főleg a Leclerc ilyen harmadik, negyedik helyeken anyázik. Úgy kell csinálni neki, mint nekem Brazíliában. Meg fogni azt az izé, bajnokság második vagy első helyén lévő, fogni ki. Hát azért... Igen. A 15 pontot osztál rajta, menjünk most a hátrányod akkor. Nem, majd szeretsz a plusz egy pontot is. Vagy azt jelenti, hogy 16 pontot osztál rajta. Hát... Hány futam van még?
Kettő, ugye? Nem bizony, hogy meg lesz, amúgy. Pont nem lesz meg. Ha csak nem esik ki. Na és hogyha még onnan akkor szerintem visszaesett a 12. helyre utána, hogy most őt feljön. 32 pont a hátrány. 32 pont a hátrány? És két futam van még. Sem Brazília, meg Abu Dhabi. Abu Dhabi tudom, hogy utálja Ádám. Hun vagy Kristóf? Hun vagy? Átviszem neki a mézit segíteni. Oké. Okay. Üdíteni nem kell? Hát 40%, de... belepér. Meg kiürítjük a crossba. Messzerre is csipbe fejezem a 9-es. Oké. Okay. Még nem vidd el süpi a izét, MTZ-t. De hogy is ott hagytam. Képzeljétek el Sovrunnerbe. Gyakorlatilag olyan, mint a legutolsó izét, a legutolsó live-ot nem csináltam volna meg. Na már. Jött egy update-ra, azt valamiért nem mentette el az izét, az előző mentést. Ugye, mert ilyen automata mentés van benne, azt meg kellett csinálnom egy főküldetést, meg az upgrade-eket meg kellett keresnem, amiket még nem találtam meg, ugye. Amiket előzőleg kerestem, na. Igen. Ledobta az agyam az X-hiat egyből. Hát ezt elhiszem. Láttam azért a Strongholdban azért megküzdködtél a kalifával. Hát a kalifával igen, azzal ja. De majd azt is folytatom. Majd nyomhatjuk azt is Cornel benne, hogy multiba. Én mondtam neked, hogy a verziódat feltöltött felhőben, én ezt leszedem. De akarok, amíg ahhoz Kristóf is tud jönni, mert annak Kristóffal is együtt játszottuk Strongholdot. Uh-huh. Akár ő is, csak nem tudom most... Jó, most a Steam-es verzióval most volt nálam baj, mert... Ha próbáltak rácsatlakozni... a verékre, de... nem tudtam rájuk. A Steam-es verzióval nekem is volt, mert izé, azt meg nem tudom kistreamelni. De az Encore-ost, azt meg igen. Hallottál már ekkora fasságot? Hát, azt én is... Értem, hogy az OB ezt nem veszi föl. Ja. Csak kijelző felvételbe, de akkor ő csak ilyen... fent a bal sarokban, ilyen kis kockába sokkal. Aha.
Ez elég százalú. Őszak, akkor azba fér még. Stirítek bele. Jó. Én a kalifát az úgy tudod jól legyőzni, amit írtam is neked ugye a cseten. Ahogy megyegíted a falait, azt azért be... Én meg a tornyait, mert a kalifának az a szokása, hogy a vár körül dugig építi ilyen funemne. Ilyen olajpitten. Olaj, igen, cucc, és amikor mész a sereggel, mert begyújtja. Először a tornyokat kell. De utána már többször nem nagyon kell, mert utána hiászokat nem rak föl igazából, csak legelején. Ja. Utána azokat lerombolod. Én úgy szoktam, hogy mindig vagy... Én a keresztüseket szeretem használni. Uh-huh. Vagy van az a nagykő a hajító, amit ez a bot, amit le kell építened, amit nem tudsz mozgatni, az mondjuk nagyobb távon tud lőni, mondjuk azt használom, és akkor dugig rakom oda ijászokkal, meg karforgatók, vagy valami, tudod, mert hogy azért ráküldi az egység tényt azért. Ha meg érdemes rámenni a köves utcaira, ja, földgyújtani, meg ilyenek, tudod. Akkor azt felszabadítod, Kristóf. 83%. Mertek azt elviszni. Na, bombosz akartam üríteni bele, na mindegy. Azt én mondom, hogy hozzávittem. Kész majd a... Úgy értem, hogy hozzávittem, utána el. Ja, jó, oké. Okay. Én a keresztesöket szeretem alkalmazni egyébként abba. Igen. Ugye már a... Az ugye bár olcsóbb. Igaz, hogy lassúak, de... Meg kell csinálni nekik a fegyvert, de ja. De a lándzsások is jók abba. Uh-huh. Vagy... megcsinálod azt, hogy... ugyanúgy a keresztes lovagok, csak... Csak a lovas verziót. Na most fog dőlni a lóvé abból. Jaja, hogy lóistállót lerakok, azt izé? Igen. És akkor azt arra úgy megveszed. Úgyhogy ja. Meg lándzsásokat is érnem, és azok is... Azok gyorsabbak és erősek. Uh-huh. Azok is jók. Ugyebár az éjjászok azok is kellenek, mert az a baj, hogy ha megveszed ugye a roldosokat, azok drágábbak. Mm. Ugye? Te keménykezű szoktál lenni egyébként? Mármint a úrként? Játékban? Ilyenek? Aha. Hát én azért... Vagy semleges? Hát vagy semleges, vagy rakok be... tudod, csinálok nekik oda sört, meg ilyenek, az akkor utána tudod, írja ott a pluszokat, meg minden. Aha, igen, akkor, a népszerűséget. Igen, és utána meg nem veszik észre az adókat, tudod, hogy fölvitt az adót. Az adót mondjuk, aha. Hát, meg a másikat nem ajánlom, tudod, ezt az ilyen, ez az ilyen kínzós. Aha. Ja, meg nagyon pluszba se szabad vinned ezeket a tudod, ez az ilyen... Igen, mert akkor meg nem termelnek annyit. A virágok, meg ilyenek, mert elmondom neked, hogy ha túlzásba viszed, a munkások nem dolgozni fognak, hanem kiülnek a kertbe és pihennek. Aha, igen. És akkor nem termelődik
A cucc háborúban, érted? Ja. Az, az a baj. Úgyhogy mindig úgy nézegetni kell a dolgokat. Én is játszottam bele egy pár évvel ezelőtt keményen, de... Ja. Még emlékszem a kortélyokra. Az ellenfél az a farkas. Mert az úgy építi magát, mint a picsa. A farkas. Kalifa is durva, mert valószínűleg meg a... Nem tudom, hogy ilyen... Szultán? Igen. Meg az is durva. És erős a szultán is. 104 000 jött a polgó, csak mondom. Figyelj, még egy ilyet leadunk, lehet, hogy meg lesz az izé, a új kombány. Hát azért ne nullára jöjjünk már ki. Hát ne nullára, ja, de majd meglátjuk, hogy mennyi lesz a végösszeg. De azért ez komoly. Hova menjek a John Deere-re? Hát a, izé, a 6-os, 5-ös, 4-es, 3-as, 11-es. Ja. Mert mit csináljuk, Kristoffer, az 1-est? Menj a 11-esre. De ez kicsi fél, de nem baj. Annál hamarabb kész lesz, vagy azt mondom. Hát, ja. Meg csak te érsz el, a te kombájnod szabad, szóval más nem tudunk csinálni. Nagyon. De azt, hogy bele fog már félni ebbe. Szerintem is. Ez a nagy fért bele is nem is telt meg. Ha. Amit te csináltál, meg én csináltam eddig. Ja. Szüpi, te élsz még? Nem. Meghaltál? Igen. Purgatóriumba kerül. Így van. Azt nem felejtem el egyébként, azon kiégtem hallod. Nem, mert a 28 pont hátrányom, azért még talán egy kicsit tetszik, vasárnap tudom azért. Aha, ja. 28 pont hátrány. Mhm. Hát miért? Az képest. Hú, nekem meg majd franciát kell nyomni. Hát az a baj, jó lenne. Nem tudom, egyszer kiesre, hogy 10 körül végezne. Köszönöm szépen. Halló. Miknek meg kell hosszabbítani a szerződését a Martinbe? Mi most el? Egyelőre mondjuk nagyon harmatosból a Fingabit nyújt, de hát... Hát kicsi a ratingje. Igen, kicsi a rating egyelőre. Az a baj, hogy itt az számít. Mm. Én macusitával meg vagyok eléged. Hát neki nagy a ratingje amúgy. Nem tudom miért, neki miért olyan nagy amúgy. Nem értem. Jajok. Annyira nem jobb, mint Nick egyébként. Hát, de. Ja, mondjuk tapasztalt, de azért, mert 5 éve itt szerencsétlenkedik. Amúgy idejével nem is fejezi be az F2-be. Ennyivel nem gyengébb, mint Matsushita. Jelenleg Most jön már az F1, vagy majd valóban, vagy valóban. Igen. Na, és kép fog nyerni, hát mi így csak? Egy Bottas, gondolom. Nem tudom, én azt így előre nem mondanám most. Vagy egy Verstappen. A hideg időjárás miatt nem tudom. Meg most ugye Mercedesnél találtak egy koronavírusos ember, két lehet, hogy ez a foka van. Igen, úgy. Lehet, hogy az egész Merci kiszáll, vagy valami hirtelen, ja. Hát, vagy az, hogy ők nem indulnak, vagy az, hogy nem tartják meg egy díjat, nem tudom. Hát ezért csak a Merci miatt, mert mondjuk nem indulnak. Miért? Az ausztrál egy díjat se tartották, meg csak a McLaren miatt. Hát mondjuk ez is igen. Nem tudom, hát az majd kiderül. Attól függ, hogy ez az ember, aki koronavírusos lett, az kivel találkozott, kivel. Miről van ma szó? Hát
egyszer, hogy a német nagy díjon ki fog nyerni, meg hogy a Mercedesnél találtak egy embert, aki koronavírusos. Ui. És hogy így, hogy valaki koronavírusos, tehát hogy most a Merci az kihagyja a hétvégét, vagy nem is tartják meg a hétvégét, vagy csak leszárják, az kész. Nyugodtan hagyják ki. Hát mondjuk... Egyébként biztonság kedvéért fogok, ami maradjon ott, meg botika is. Ja. Így jöhet Gutyi ezek vándorban, a biztonság kedvéért maradjon ott, amikor az jó. Mondjuk ugye a következő másfél évben maradjanak otthon karanténba. Másfél év. Jó, elég ha Kanadába térnek vissza, úgyis megnyerik onnan. Megnyertek onnan. Az. Hát amúgy is Kanadától kezdődik a szezon mindig. Na hát ez a fordi nyugodtan otthon maradhatnak karanténba, a biztonság kerültünk biztosan csak. Ja. Egyébként ezt jól mondtad, hogy Kanadába kezdődik a szezon, Zsiga? Azt még Robin. Azt hiszem Robin vagy AMG. Kettőjük közül valamelyik. Mm. Szerintem Robin. Hát, mert talán AMG is mondta, hogy ő neki is mindig Kanadától kezdődik a szezon. De nem úgy figyelj, hát felől nem jöhetnek a Márci és a Kanadától. A következő kanadai nagydíjtól, csak akkor jövőre ne tartsák volna a kanadai nagydíjt. Na én a 2025-ös nagyon nagyra gondoltam, hogy valahogy folytathatják onnantól. És a mit járkálsz te? Ott. Hol? Ott, ahol még a madár se jár, ott jártam. Ezt az ég, amire kálsz. 88. Még mennyi érne? Egy utolsó mahelnek 91. szintem győzelm és rekord. De van, 90 van neki? Aha. Ez fantasztikus. Legalább a... egy húzamban nyert futamokat nem dönti meg. Hát azt lehet. Hát meg valad. A legtöbb dobogót, meg ezeket. Ez marad Fetteli. Ha meg Sumári, ugye? Hogy legtöbb dobogó? Vagy ezt hogy érted? Micsoda? Hogy érted a legtöbb dobogó? Úgy, hogy egyszer sem volt olyan, hogy nem végzett top 3-on kívül. Jaj, összes futamon? Ha? Ja, azt csak beállítani tudjam megdönteni, nem? Ha max a számot tudja, mint amikor a jövőre 22 futamból 18-on dobolnál. De... ha? Ebben 5 perc is jövök. Ja, okay. Ezt nem az sem lesz. Az is jó már, én mellett hány sem. A fette elé a 9 egymás után időben. 13-ban volt, ugye? Igen. A magyartól Abu Dhabig. Vagyis belgától. Belgától inkább. A magyart az még Luluka nyerte. Emlékszem le. Ha. Én azon kim akkor, voltam azon a nagy díjom. Akkor azért nem számított Grinchnek, hogy ő nyert. Akkor még izgalmas szezonnak számított, amikor már ezt nyert futom. Hát ugye 13-szor volt relatív unalmas, attól függetlenül, hogy ezért Fettel végig dominálta az egész második fél évet. Tudom, végignéztem. Mert ott ott legalább volt a második helyért harc. Ugye? Szemben néztek ki az autó. Az volt a durva baszki, hogy Fettel egy maga megnyerte volna az egész izé. Konstruktőrőt is. Ja. Hát annyi pontot gyűjtött, hogy egy maga megnyerte volna a konstruktőrőt. Thank you.
Nem meg, hogy a Ferrari nem tudott nyerni. Meg a 2010-es, meg a 12-es ígyszerben is körülmények között. VB-t vagy futamot? Hát VB-t maguknak köszöltik. Úgy se hozhatod már vissza, úgyhogy. Hát nem, ez már nem úgy. Mondjuk én nem is bántam, hogy nem nyertük meg így utólag, mert akkor elszálltak volna, tudod? Ez lehet, hogy a következő évben meg csontutolsók lettek volna. Nem hiszem. Akkor nem mentek volna csontutolsók. Hát most is azok nem nyertek, szóval igazából ez nem az útban szerintem. Uh-huh. Ha nyertek volna, lehet, hogy jobb lett volna, most nem tudom. Hát vagy feltűzelte volna őket annyira, hogy nyertek, komolyabb hát autót építenek. Alonso lehet maradt volna a 17-18, amikor jó autót sikert építeni. Akkor biztos nem megy el tőlük. A 12-ben nyer mondjuk. Ja. Úgy van, hogy 14 az egy rossz év, hát előfordulhat. Lehet, hogy fettem így a McLarenhez, és akkor a McLaren Honda viszont jól fejlődött, mert fettem ott, aki szeret fejleszteni érted. Ja. Lehet, hogy akkor sikeres lehet volna, aki tudja. Ilyen ez. Vagy akkor lehet, hogy fettet vinte volna, mert nem lehet tudni. Érted? Ja. De ez ma így lett, így történt. Hát igen. Fettem nyert 12-ben, és Hamiltont vitte a Mercedes. Ja. Elavud, de neki jó szeme volt ez. Igen. Ő választott a kiemélten. Ahhoz képest, hogy két évvel korábban még elkészte ő is, ezért... Na. Szerintem nem... Ja, meg szerintem, aha, 11-ben, meg szerintem izé, Schumacher is mondta, hogy olyat választhatok, aki méltó lesz az ő helyére. Jó, hát a teljesítmény az méltó, csak a viselkedése, nem? Hát igen. Pedig volt egy időszak, amikor úgy hittem, nem méltom, de most már nem. Nekem csak az utóbbi egy-két éve van bajom vele. Ha. Nekem úgy 16 idejétig nem volt bajom vele. Miket csinál vagy? Azt mondja, meg lehet a VB a kiesik Leclerc, vagy nem szerez pontot. Ha? Miket csinál, miért tudom? Igen, meg miket. Black Lives Matter szerintem. Egyben mossa... Nem, meg egyben mossa izét a... A izét. A sportot a politikával. Hát a Black Lives Matter, igen. Hát meg a kutyáját vegán eteti. Hallottam már ilyet, Korné? Nem, nagyon. Nem ad húst a kutyának szerinted. Hogy lehet, hogy ilyen, barom? Hát de... Istenem. Csak csodálkozik, hogy rosszul van. Szegény kutyus. Azt csodálkozik, hogy utálják. Jó, hát én mondjuk erről a térdeléstől hallottam, hogy állandóan hisztizik amiatt, mert... Igen. Nem mindenki kitérdel le, mert... Ugyebár bántják a... Hát meg a fanatos hiszteit... A fekete embereket, ugye? Törli az Instáját, nem törli az Instáját. Nem tudom, figyelm hiányos, vagy én nem tudom. Az. Csak ez már rosszabbik eset. Érted, ahhoz képest, hogy nyerje a VB-ket, az figyelm hiányos. Ennek ellenére. Hú, bazd meg pont nem. Nem bazd meg. Pedig el kell, hogy férjünk egymás mellett. Jó, oké. Ha...
Én besokkal neked a sok figyelmet, ahogy nem tudom. Nem hogy még ilyeneket csinálni. Én is hallott hülyét kapnék attól a sok izé... kérdéstől, amit föltesznek a izén. Olyan lennék, mint Fettel, leszarnám a közösségi oldalakat szerintem. Hmm. Max a Facebookot erőltetni, hogy néha az Instant. Ennyi. De azt is az, hogy a versenyhétvégéről tájékoztassak izé a rajongókat. Ja. De... ilyen Fettelesen nyomnám azt, aki... nem is a social media. Meg néha így Raikkonen-esen, néha így Fettelesen. Ja. Hát én ezt csinálnám. Ja. Raikkonen, azt belezerek az egészbe, tehát. Itt most megkérdezték, hogy hagyd meg itt például a munkát, azt mondja, hogy gyorsan megy úgy. Ne vidd már el! Bocs. Maradj ott oda. Melyik jövök? Egyébként a kamaz már majdnem dugig van. Oké, majd azt is elveszem leűríteni. Csak egy be. Na, itt vagyok. Sipi, ott van a kamaz, az le. Már benne ülök. Ja, oké. Kinek felteszi a kérdés, hogy hogy megérdezsz, hogy a gumikat, hát gyorsan megyek. Ja, körülbelül. Igen. Én mondjuk ez a térdelési, és tudod, nem értem, hogy miért kell tisztítani azért, mert már a mások nem térdelnek le. A PC világon. Morganinál veszik jól ezt a cuccot, ugye? Igen. Morgani. Pedig mindenki hordja a pólót, meg minden ilyesmit, ahogy láttad. De nem elég neki, nem túl hatásos szerintem. Nem tudom, kinek fogad bizonyítani. Igen. Hát én is értem, hogy miért kell így csinálni. De hogy nem mellé szélt. Írtam mellé, hogy senki nem olvassa a csetet. Ja. Szia! Elős, bocsi, én nem néztem. Szia, mellé! Ja, de Lacinak a húga egyébként. Nekem most nincs megnyitva a cset. Bocs, csak nem néztünk, én is, meg közben haraltunk, meg minden azt. Paraszkodunk egy kicsit. Hogy állunk, várjál, megyünk így, oké. Hát de bolyad, meg csak ennyit több, bejön egy XD. Még hát többet is. Igen? Látom, de utána, de most. Ja. Mindjárt adjon neki a band. Meg is érdemel. Hova jön Cornél a kamazzal? Hát bárhova van, hát még akár ott is megállhatsz, hogy jó lesz. Most akkor azt adjam le, hogy ugyan valakihez. Félsz. 60%. Hát abban még a 6-os, 5-ös, 4-es, 3-os ott beleférne. Na, a kamaz már itt van rá, úgyhogy... Akkor ne is adhatod, ha olyan. Ma 290 ezerünk van azt a fel. Hát lassan kész vagyunk az aratással is. Az meg hogy mész te azzal akar azzal, úristen. Ez ugye, Cornél, én csendes vagyok, hát? Nem is igazán.
Jó, kis lapropó. Nem úgy kell kiolvasni, hogy Kama 3, hanem Kamaz. Csak a Cyrill ABC-ben, amit mi a 3-as, tehát ez, az az E betűt jelenti. 53-20-as. Milyen a Dér Janival dolgozni? Jól. Kipróbálok, mert már én is megvoltam. Én már próbáltam Cornél annak idején. Na várj, én meg már. Jó, mit csinál? Na gyere, mert akkor szállj ki, ha nem akarsz maradni. Na mert menj, jó, én akkor kocsikázok. Így is már csináltam én már. Már levágtad ezt az autót. Hova még Kristó? Neki a szintének. Áááá, jaj. Akkor már a... Akkor már a kéken tézé már akkor nem kell gondolom. Nem. Az be lehet vinni a addig. Jobbítottam a Darianit. Mi a vezi? Júj, mit csinál? Most jelentette. Jaj! Hogy állsz, Sipi? Küldök. Nem úgy értem, hanem hogy... Hogy áll, mennyinél vagy? 54%. Ja, jó. Az hogy kell, meg kell üljön. Ha? Kérdezted az ember? Hát azt kérdezted, hogy hogy állok, hát a faszom. De nem úgy, hát sem. Isten szólj rá! Isten szólj rá az emberekre! Az emberünkre, mert nem bírok vele. Sipi bazd meg. Na bazd meg. Na bazd meg olyan máig bazd meg. Na mondtad meg. Na bazd. Kornél, ne káromkodj már. Ne bazd meg. Sik! Fejed már. Ne káromkodj már, légy szíves. Ne, mit mondtam? Fejezd már be. Mit csinál? A káromkodás, nem igaz. Mit káromkodok? Isten. Kárszik, akkorja tétani az internetet, káromkodsz itten. Mit káromkodok? Isten károm. Hát, barát a content egyébként, abszolút. Köszönöm a Kornénak, ha tétanak. Akkor fizetni fogtok. Összegy fogtok, fizetni fog. Majd Ádám fizet. Ádám így idre... Ádám így is gazdag, úgyhogy őnek is sok pénze van. Na látod, meg is veszítek.
gyilkolni, bűnéért ellen fog fizetni. Igen, igen. Amiket nem követtem el. Még. Így van. Hát hogy nem? Látod, Ádám, Ádám, benne van. Én önző vagyok, hát mi tudtuk, Ádám? Na, hát köszönjük, hogy vállad a felelősséget. Rám meg mérges, látod? Én nem tudom miért, de mérges. Biztos, hogy mérget te vagy. Mérget? Kifejezd már a kereket. Inkább ne. Na hajrá, Kristóf. Téged, inkább téged. Úgy is szeretem, hogy vegyük a sokuk. Inkább téged vagy. Hát nem vagyunk öntélyesen, mert Laci 7 napon hetet melózik, én meg egyedül mit legyek fönt? Korni meg 7 napban hetet káromkodik. De mondjuk én mai nap is fönn voltam a TSL-en. Több órát, úgyhogy... Most eszembe jutott Ádámnak a röhögés a generátorról. Melyik rádi? Én fenn vagyok itt ezen a szerveren, én oda nem... Ádám, te fel vagy véve az én szerveren? Hát, itt fenn van Ádám, itt ezen fenn van Ádám. Mert szerintem a csevegőben vagyunk, nem? De. Most a társadalban vagyunk, majd... Amit így is akartam mondani, hogy majd kéne egy ilyen privát szobát csinálni erre, tudod? De csak mindjárt akar... kipotároljuk, hogyha alkalmán bevállottuk mindegy olyan. Nem is kell az a privát szoba, hogy ki basszok innen ezt. Kicsodál. Hát aki bejönhet. Kikúrjuk az jó éjszakát, hát most. Nem mondjuk neki, hogy most nem. Na, nézd meg, egyen meg Sipi a kis vézéjével, hogy ide jött már segíteni. Hát de hogy csak szétbaszom a föld. Szétbaszom a föld. Mindjárt meglátod én, hogy mit csinálnak. Na, nyisd ki a szád. A vakontúrás jobba dugod be? Legalább. Nem kell átmesz rajtam. Persze, hogy átmegyek rajtad. Hát, az van, itt mézővel vagyok ez. Ez... Na, hogy azt hittem, hogy te itt vagy, itt valakit megállíts. Igen? Igen. Így állunk? Még áll, leütlek. Az meg mondtam, hogy ülök. Állunk, mert... Nem, melyik a duda? De nem ez a duda. Melyik a duda? Nincs. Kidobtam. Nulla van. Nálam miért nem működik? Ja, mert más gombot nyomta, jó van. Hoppá. Na, én is jöttem trollkodni akkor már. Akárki azt csinálja, mert hallom én is. Hagytad, mit csinál? Itt hagytál, itt hagytál. Igen, mert teli vagyok. Ja? Hát akkor üríts ki a telébe. Üdítem, csak magamnak kell menni üdíteni, mert Kornél nem hozzá. Hát mert én is szerinted nem magamnak csináltam. Mert csak trollkodik itt, mint egy hülye gyerek. Hát mert te az előbb nem ezt csináltad, mi? A Kornél az ilyen. Úgy. El van kanászod az utóbbi időben, azt veszem észre. Hát már tannod, aki egy band megy észreztére. Na akkor adj egy band, na, bannolj ki. Na. Nem az én szerveremben vagyok. Na, akkor bannulj ki a tiéd. Jó, rendben. Jó, várjál, már nem akasztom még rá, az meg kell üdíteni. Nem veszem a 4-es meg a 3-as. Ez az fürdes meg. Valaki álljon már arrébb azzal a piros buti tartályjal. Hát ez korre mindig csak úgy van. Mondjuk úgy azt. Jó. Hát
elhalkult a muzsika. Milyen muzsika? Hova hallgatok? Akkor énekel. Miért? Az éneklés miatt. Mi miatt nem szeretné énekelni? Hát mert akkor újabb laküveget kell venni. Hát kitörik ahogy egyből. Úgy is akartál venni, ne? De hogy akartam? De mi itt az ideje? Kornélnak kell PS-et ott venni, úgyhogy nem köldegeszhetek csak úgy. Ja, mit akartál nekem venni? F1-17 megvan neki? Nem, meg lesz. Jó. Minek az nekem? Nekem megvan a hú? Állj meg a kamazzal. Micsoda? Állj meg! Ja, még nem ürítetted ki, bazd meg! Hadd ürítsem már ki ezt az utolsó pár számot. Ó, oh, hát azt hittem már nem vágsz. Hé! Semmi. Mi csoda? Mondjad? Semmi. Mondjad? Jó, kész mehetsz. Mit ma kaptál? Mondjad már, mondjad. Nem mondtam semmit. Mondjad. Kányi, azt itt hozzá, hogy megvan Kornélnak. Micsoda? Elé van már rendelve, csak nem tudom. Ugyanis. Micsoda van elrendelve? Nem hallott meg. FIFA 21. Mi a faszomnak? Kell a konta. Ja, hát. Hol? PSN vagy PSN? Mindkettő. Akkor mindkettő. Akkor vedd meg mindkettőt. De magad. Windows 10-en. Windows 10-en meg Xbox-ra is meg. Magadra. Xbox One-on is megveszem. Wii-n is megveszem. Nincs ide nekem olyan, hogy Xbox. Vezetékes telefonon is, betárcsázó. Hát betárcsázósan is. Commodore 64-en. Videocom TV komputeren is. Mozd le ezt a kicsi. Szipi neki balent a fának. Jaj, elfáradt az miért. Forné nem igaz, hogy nem hívás menni. Eltérted az útjában. Hát akkor itt állom meg, hát most nekem tök mindegy, hogy hol állom. De mennyi, de az Isten megbasszol! Hogy beszél fel meg? Nem lesz, nem lennék. Ádám, na Krisztóf, nulla azok ki a hitet. Krisztóf. Igen? Nulla azok ki a hitet. Ki tudjuk. Ki? 220 ezer a hitel még. Na de azt mondtátok, hogy a bank ráj. Mennyi a kombány? Nem lesz rám meg a pénz, mert 400 felett van. Vizé. Konul lesz ki. Vagy még azt tudjuk csinálni, hogy veszünk egy kisebb kombányt. De ne vegyünk kicsit, most is meg lett a 400. Null lesz ki. Az... Nullázzunk ki? Meg... Aha, szelközel meg lesz a kombány. Aha. Most is jött 400, mínusz 10 000-be voltunk, mi annyit adj hozzá. Márja. Álljál, Sipi, ezzel arrébb állok. Hát, elrontod itt a mókán. Na. Vissza lett fizetve minden hitel. Megtankolom a kamaszt. Jó lesz ez, nem? Szóval már rég kész. Ja? Jó, babázz meg. Mivel leüssem a kutyát? Há, mennyire buksi! Jó, hát mentem rajta. Elé fut a kombájn. Ha már úgyis nálad van a steri mósipi.
kész van. Oké. Mi ez a rózsaszínén? Tudom, próbálom rád bucsolni. Jaj, kiütötte, ja? Még meglepődtem, hogy valaki elült. Vagy a pótot. Amúgy. Van annyim még? Van. Szerintem nem kell. Vagy elég ennyi ürítő cucc. Hát még elég szerintem. Még most majd a... Majd a... Következő a rakból. Ne bicsítsál már, hülye bagoly. Sipi, van ettek valami lőfegyveretek egyébként? Nincs. De kár, pedig jól lesz volna a bagoly ellen. Nem kell itt a lőfegyver. Igen, mert neked a kezed maga. A kezed maga a lőfegyver, mi? Dehogy is. Hogyha lenne, akkor már lehet rég fejbe lőttem volna magam. Micsoda? Igen, kicsoda. Hogyha lenne, akkor már rég fejbe lőttem volna magam. Magad mi? Hát már. Megint ez a negativizmus. Jó, leesett a kupakom. Na, akkor már kupakolnak, vigyázz. Ez is Kristóf hibája. Nem olyan Kristóf, hanem eddig a falopás már kupakokat is lopott. Hazugság. Persze, ez ugye az imposztor is, hogy hazugság. Akkor mi megy a mustatnál megint amit? Ki a kez az imposztor? Helyzetek, hogy visszafizettek a hitet, bazd meg. Tessék? Helyzetek, hogy visszafizettek a hitet? El se hiszem. Mert én nem. Hát akkor vegyünk fel még hitelt. Vegyünk meg fel. Hogyha már így is alig nyögtük vissza ezt. Hát nem baj. Ez a 31. rész, úgyhogy kellett így 130 óra a játékba. Mennyi? 31. Úristen. És van, és 31. TS rész. És bazd meg úgy, hogy... bazd meg nem is vettem, nem is ment ki minden streambe. A volt, amikor csak kettő jöttünk fel Kristófra, Kristóffal. Mondtam neki, meg kellett feljönni, nézzük már fel. Kornélra is voltunk ketten. Sokszor volt az, hogy ketten feljárgáltunk a Kristóffal, és alattunk meg ilyenek. És úgy, hogy átlagban 4-5 órákat játszunk. A farming az egy potomóka, de most is... Majdnem 2 óra vagy mennyi. Nem, figyeljétek, ma jobban fog ez menni, a nagy gépeink lesznek. És ennek már most előszere van amúgy. Meg tudtuk venni a Valtrát, ott van a nagy John Deere. Akkor a rábákat nem akarom elállni. Azok jó erőgépek. Egyébként majd, hogyha úgy van, amúgy majd, ha majd kimaxoljuk ezt a mappot, akkor majd ha úgy van, nézhetünk más mappot is. Tudod melyiket próbálnám ki? Van egy olyan térkép, amin semmi föld nincsen, hallod? Egyetlen egy földet van, a többi mind erdő. Ja, és akkor ilyen favágás biznisz, mi? Vágd ki magad az erdőből, című rovat. Az mondjuk a Kristófnak tetszene, biztos. Azt hiszem az a neve, hogy No Man's Island. Hogyha úgy van, akkor majd olyat is elkezdhetünk majd. Egy új mappot? Uh-huh. Igen, egy ilyen favágósat. Ja. Ja? Hogy csak fa van igazából. Hát de majd kimaxoljuk ezt csak akkor majd. Jó, Miska, északi mapot nézhetnénk. Uh-huh. Jó, majd böngészgetek a neten. Csak nem ma, mert nem látok.
Hát én... Egyébként lehet, hogy már kijött mondjuk a TS6 vagy valami, érted? Ha már azt mondom, amúgy is elég ennyi, nem? Elég volt szerintem, mert ne kezdjünk bele a vetésbe. Na, hát most már igen. Nem messzeltem a hát. A szerver majd én csinálom. Nem fog jobban fejezni. Amúgy, főleg, hogy csak két vető van. Hagyd futva a szervert, majd én vetek. Ezt nézik már meg, ha valaki más csinál a szervert, Kornénak főhagyja. Nem. Én csináltam szervert, de mondta Korné, hogy nálam ugye úgy nem tudott feljönni. Jó, akkor tovább is én fogom csinálni. Akkor ez eldőlt. Így van. Eldőlt, mint a kivágott fel. Tudjátok, melyik vető kellene, bazd meg, ez a Seedhawk 980-as. 26 méter szélesen tud vetni. Azt a kurva. Az még nem, az ennyi. 290 ezer. Csak a vető része, a tartálya 185. Tökéletjük fő vissza a hitet. 34.500 liter a tankja. De egyébként, hogy ha többen lennék, akkor lenne idő arra, hogy páran csinálják a földet. Meg páran a küldetés. Ha mondjuk David lenne, azt nem bízom a küldetéssel. Nem, mert igazából amíg három aratógép van, addig igazából azt lehet csinálni, hogy három ember csinálja az aratást, egy ember meg vagy szállítgat, vagy közben izé küldizik. Ha még többen lennék, akkor meg akkor két ember küldizne, három ember küldizne, mit tudom én. De ameddig három aratógép van. Mert abból azért jó pénz jönne, hogy sok ember küldizne. Hát mint a Robin Féli. Ja. Csak ugye itt még most Dave se jött. Ugye mondta, hogy fáradt volt. Ja, írtam neki azt írta, hogy 20 olyan jó, de akkor nem értem. Vagy nem tudott jönni most. Hát nekem írta, nem tudom. Ötfele írta nekem, hogy inkább. Pistában mi van? Hát mikor? Hát én fölkeltem reggel, ha reggel 5-kor, ő már akkor már fönn volt a Discordon. Hát rainbowzott délelőtt, nem? Fölkelt már akkor ugye. Hát rainbowzott délelőtt, azt hiszem, nem? Igen, velem rainbowzott. Jaj, veled? Velem, jaj, rainbowztunk. Pista, valamint mi újság? Hol? Mi? Hol mi újság van? Pista van. Détali Pista. Ja. Jól van. Ja. Rákát végezik. Tegnap Among Us-oztunk, ugye 8-en. Ott volt ő is, de amúgy minden fasza. Among Us. Among Us. Ezt hiszem egyszer letöltem azt a szart, amúgy. Telóra ingyens. Ezt kipróbálom. Gépenek csak 4 euró, az se drága. Na, gépen is meg tudod oldani, hogy ingyenes legyen. És tudsz játszani másokkal? Aha. Hogy? Kell egy emulátor, amivel azért Androidot emulálod, és akkor ugyanúgy a store-ból meg tudod venni ingyen. Igen? És gépen emulátorral meg tudod oldani, hogy ingyenesen játsz. Hoppá. Breaking Shock. Szóval megcsinálom akkor. Mert ezt azért a streamer csajszé, akit szoktam nézni, ő mondta, hogy vagy telefononról tudsz jönni ingyen, vagy gépre megveszed, vagy gépre letöltesz egy emulátort, és azzal ingyen. De én amúgy Among Us emulátor? Hát valami olyasmi. Ja, és akkor tudok azok lenni, akik megvették gépen? Szerintem igen. Jó, mondjuk nekem a telóval sincs bajom, de... Lehet nem már. De nagy képernyőn jobb lenne tolni. Ja. Én most elővettem a retro játékokat egyébként, képzeljétek el, hogy... Itt jaj, hát a Stronghold, meg az ilyenek. NFSU 2, annak még egyébként nem, streamben nem értem a karrier végére. Elkezdtem régen, de nem fejeztem be. Jó, van ezzel kész vagyunk, gyerekek. Így. Tavaly munkával, ja. 419 ezer volt a betakarításból származó bevétel. Hát ja, ha
következő az egy maratoni lesz, tehát vetünk is, megaradunk is. Akkor meg lesz az új kombájn. Szerintem. De azon gondolod, hogy te egyébként a mézit szerinted megtartjuk, hogy adjuk el? Az a baj, hogy már nem, ér, nem kapunk érte annyit, hogy, hogy megéri eladni. Hát tartsuk meg. 4-5 éve csak jobb, mint 3-ma. Ja. Még esetleg azt tudjuk csinálni, hogy ráteszek egy nagyobb asztalt majd. Picivel. Nem, nagyon csak úgy szódával. Biztos. Tessék. Nézhetem mögé. Látsz engem? Mi Kristóf? Hátad? Mi Kristóf, látsz engem? Ne a fát nézd, a villanyoszlopot. Ja. Mondjuk a... Mondjuk az asztalt már most meg tudjuk venni a vízéhez. Jó oldalhoz. Hello. Srácok. Mi? Mit csinált? Menni meg? Az asztalt. Lehet érdemes lenne? Lehet érdemes lenne, míg van rá lóvi? Vagy az mennyibe kerül? 89 ezer. Hát szerintem akkor azt meg lehetne venni. Hát mondjuk most arra, most van keret. Még csak ugye majd még azért legyen keret arra is, hogy ugye a magok. Jó, mondjuk azok van, mert ugye magszóró ott van. Ez a magtöltő. Nézzétek meg mekkora az asztal. 14 méter széles. Nagyobb, mint ami a John Deere-hoz van. Szóval raktál, ja? Itt van. És ezt akkor a mézire rá lehetni. Mit? Ja, ez mire lesz? Nem, ez majd az új kombájnak. Ja. Új Holland. És, ennek, és ennek, ennek vannak ilyen kis kerekei, ilyen felajthatóak. Igen, igen. Azt majd ezt a rudat, azt meg így maga alá hajtja. Igen, igen. Akkor ehhez például nem kell külön szállítom, nem? Nem, ez, nem, ez, ez utána... Ezt rácsatolod, az kész, jó. Ez ilyen a multifunkcionális. Fúj, John Deere, fúj, hogy te egy rakás szar vagy. Hát azért ne ezt fúj dovárd, már fúj dovárd. Cseszlovák szar. Csak az új Holland. Csak a cseszlovák szar. Hát csak is. Amúgy is John Deere az Robiné, fúj. Illetve hát nem is, mert ugyanakkor a két asztal. Ja, az, az fúj ez a Robiné. 13 hetes, a 645 FD, az a nagy asztal, meg ez is 13 hetes. Csak ebbe a kombányba, ebbe majd több fog férni New Hollandba, mint a John Deere-ba abba. De keret az marad az izén magokra bőven. Meg amúgy is tele van a krasz. Egy ugrás, két ugrás, három ugrás, négy ugrás. Öt ugrás, hat ugrás. Hét ugrás. Mit csinálsz a kutyussal? Megetettem. Mit csinálsz? Ezzel hallod, nekiessünk egy két ilyen asztallal. John Deere-ről meg a New Hollandról az egyesnek, pikpak, ami meg lesz. Jaja, az biztos. És akkor most már hitel kamatot nem kell fizetni így, mert nullán vagyunk. Bérleti díj, az van bármi eszköz? A rostira van, mert az nem a miénk. Vagy ha úgy állunk, egy olyat is veszünk. Visszaadjuk, azt veszünk helyette, de most kell. Azt még le fogja vonni, de 2000 eurót megspórolunk a hitelkamaton. Körülbelül. Azzal félig meg tudjuk tölteni a izét, a magas cuccot. Meg a izé mindenre jut, akkor több. És aranyos a kutyuska. Én már hitelt nem akarok felvenni srácok. Mondom őszintén. Termeljük le magunknak, mert az, hogy most felveszünk fél millió hitelt, ha hallod. Az olyan, mintha nem is dolgoztunk volna. Azt fizetjük, mint a katonatiszt, hallod a hidegkamatot? Utána? Ezt vettünk rajta, mit tudom én ezt meg azt.
az állatokra akarok ránézni. Ja, meg majd... A disznók azok gyorsabban szaporodnak, mint a tehenek. Majd azokból is lehet eladni. 3 óránként szaporodnak. Disznók. Vagy 5 óránként, na. 5 óránként. Teheneknek ehhez képest 133 óra kell. Ők nem basznak annyit. Meg a vemhesség is hosszabb szerintem. Úgyhogy... Ja, külön ezt találva. Viszont haszon, úgy igazán, csak a tejem meg a tyúkon lesz. Viszont tojást azt nem tudom, hol tudunk eladni. Még azt meg kell nézni. A gabona kereskedő meg a vargani is, ez jó? Hogy hallottam, hogy a tojás bizniszben van még azért nagy lóvé. Hát figyelj, tudom mennyi veszek a tojást? Egy tonnát? Mármint, hogy egy litert. Azt hiszem. Na mennyi? 3088 euró most a tojás. Na hát azért az nem rossz. A gyókolat is kellene csinálni, mert az sincs még. Csak, az meg, csak azoknak a helye meg nem tudom, hol van. Ja, hát ott van, izé, mellettük. Ó, az meg csak azt a földet is meg kell venni. Rohadj meg! Aj. Tudjunk rajta dolgozni. Majd ezt a fenyvesztőt mellettünk, azzal is kellene szemezni majd. Arra, ott, anna. Mindjárt mentek. Jó van, mi ott számozunk. Na. Jó van. Na akkor majd... Holnap bejelentkezek. Szerintem lehet, hogy délelőtt most. Úgyhogy jó hét. Jó hét. Jó hét.